vagy legalább 4-5 ember a családból beteg, és ezért egyrészt imádkozzatok érte, mert őket is elérte az influenza, másrészt pedig egy vendégtanítónk lesz, aki nem is annyira vendég, mert Ceglédi Sziszi fog tanítani, aki, ha nem ismeritek, a Vasárnap Esték egyik vezetője, nagyon jó barátom, és szerintem nagyon jó tanítja a Bibliát, szóval figyeljetek rá! Jó estét, sziasztok! Imádkozunk a Fillért meg a családjáért elsőnek. Édesatyám, a Jézus nevében köszönjük, hogy együtt, egy akarattal imádkozhatunk a Fillért és az ő családjáért. És kérünk téged, hogy látogasd meg őket, és vedd el ezt a gyengeséget, ezt a betegséget, és gyógyítsd meg őket a te nagy nevedért, a király nevében, Jézus nevében. Amen. Amen. Ha van nátok Biblia, akkor kérlek, hogy nyissátok ki a Lukács evangéliumának a 23. részénél. Azt gondolom, hogy mindannyiunkban hihetetlenül nagy tehetségként ott van az, hogy amatőr színészek vagyunk. Azért mondom, hogy amatőrök, mert sokan sok pénzt nem keresünk ezzel, viszont nagyon mély átéléssel tudunk eljátszani dolgokat. Mert hogyha valóban elmondanánk azt, hogy mi is van bennünk, akkor az embereket megrémítenénk. Mert hogy néz neki a történet, hogy elkezdem mondani, hogy milyen sok nehézség és gond van velem, és akkor hirtelen fölállna az ember, akinek mondom, és újra egyedül beszélnék. Az ember fél megnyitni az ő titkait, az ő fájdalmait. Azokat a dolgokat, amik igazából benne kérdésként felmerülnek. És könnyen azt mondja, hogy senki nem ért engem, senki nem ismer engem, senki nincs, aki akár csak egy picit is együtt rezdülne az én nehézségeimmel. És ezek lenyomnak. És egy idő után olyan teherként vannak ilyen az életünkben, hogy egy álcát kell, hogy fölvegyünk. Egy állarc mögé elrejtjük a saját énünket, és valahogy mindenki felé egy felszínes kapcsolatot ápolva, azt mondjuk, ha kérdeznéd, hogy vagyok, köszönöm, jó vagyok. És valahogy megpróbáljuk letompítani azokat az éleket, amik bennünk azért igen mélyen vágnak. És a külvilág felé pedig inkább egy könnyedebb, inkább egy kezelhetőbb énünket mutatni, ami amúgy nem a valóság. És ebből a színházban ilyen könnyű elfáradni. És kialakul egy nagy feszültség. Egy nagy feszültség mégpedig az, hogy nincs változás az életemben. Nincsenek válaszok a kérdéseimre. Mert eljárok a gyülekezetbe. Meghallgatok ezt vagy azt, akár nagyobb bizonyságokat, és fölteszem a kérdést. Hogy az én helyzetemben ez miért nem működik? Miért van az, hogy a legjobb tanítások után is fölállok, és hogy elbúcsúzom a bejáratnál, és elindulok hazafelé, és este lefekszem az ágyamba, rám tör az, hogy magányos vagyok, rám tör az, hogy depressziós vagyok, rám tör az, hogy úgy néz ki, az egésznek nincs értelme, és nem változik semmi. Jól lehet, eljárok a gyülekezetbe. Jól lehet, akár szolgálok is itt-ott, akár amott is, az állarcaim egész jók. Több fajta van. De a szívem belül az nagyon keserű. És azt mondod, hogy senki nem ért. És nem ismered megnyitni magad. Tudod, ez hazugság. Mert van valaki, aki pontosan tudja, hogy mi van veled. Van valaki, aki abszolút mértékig tudja, milyen az, ha nem ért senki. Lukács evangélium a 23. rész.
És itt a 35. verstől szeretném felolvasni az igét. A nép ott állt és nézte, a főemberek pedig velük együtt így csúfolottak. Másokat megmentett, mentse meg magát. Ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigunyolták a katonák is. Oda mentek hozzá. Ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, menj meg magad. És szeretném ugyancsak megnézni a Máté evangéliumának a végén ugyanezt a följegyzést. És a 39-es verstől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóvába káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombold a templomot, és 3 nap alatt felépíted, menj meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolodva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja. Hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Jézus átélte mindazt, hogy milyen az, amikor nem ért meg senki. Amikor ő ott a kereszten, teljesen kiszolgáltatva, mesztelenül, úgyhogy minden porcikája sajog, és fájdalmai vannak. Éppen készül arra, hogy a világtörténelem legnagyobb csodáját megtegye. Amikor a mennyből az összes angyal, az Atya Istennel együtt, és a gonosz szellemek is figyelik és nézik, hogy mi történik. Akkor, amikor ő készül arra, hogy megtegye azt, amivel az egész emberiség jövőjét és sorsát megváltoztatja. Hogy letegye az életét. És ezen keresztül a vérét, ahogy kifolyatja, az ő életét odaadja, hogy legyőzze a legnagyobb ellenséget, aki minden embert rabszolgaságba tart, a halált, amikor készül arra, hogy minden átkot, minden betegséget és minden bűnt magára vegyem, amikor készül arra, hogy örök győzelmet szerezzem, hogy széttépje a kárpitot és utat nyisson a mennybe, amikor ő erre közelít, már ott van a keresztem, akkor azok az emberek, akiknek az érdekébe ezt teszi, azok, akik miatt ő ezt az egészet vállalta, akik a kedvezményezettjei az egész történetnek, azok semmit nem értettek ebből. Semmit a világon. Köpködték, csúfolták, káronkodtak, gyalázták. Aztán, hogyha te vagy Izrael királya, hát gyere le a keresztről. Biztáz Istenbe, mentsen meg most. Te, aki 3 nap alatt fölépíted a templomot, most mi van veled? Gyere le, és majd hiszünk benned. De Jézus nem engedte, hogy ezek a nyilvesszők, amiket a gonosz az embereken keresztül kihúzott, és az ő szívére célzott, azok elérjék az ő szívét. Mert ő tudta, hogy nem az emberekre haragszik. Sőt, a Lukács evangéliumának a 23. részében, pont az idézett versek előtt, így beszél azokról az emberekről, hogy Atyám, bocsásd meg nekik mindazt, amit tesznek, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. Jézust nem befolyásolta az, hogy azok az emberek, akik ott állnak, hogyan viszonyulnak hozzá, hogy miket tesznek ellene. Ő elhatározta, hogy végig megy ezen az úton, és hogy mindhalálig engedelmes lesz. Senki nem értette, hogy mit tesz. Mégis abszolút mértékig végigvitte azt, és győzelmet szerzett. És nem csak azoknak szerzett győzelmet, nem csak azok voltak áldottak, akik ott éltek és láthatták ezt, hanem ez a győzelem, ez kihatott a világuniverzum minden egyes időpontjára, és ugyanúgy érvényes ma is, és ugyanúgy érvényes a mi életünkre is. Nekünk is győzelmet szerzett. Az, hogy ő elvégezte ezt a munkát, mi ugyanúgy ebben a győzelemben teljesek lehetünk. És be akar minket vezetni az ő győzelmének a
titkaiba. Ugyanis nekünk sem az emberek az ellenségeink. Ahogy Jézusnak sem az emberek voltak az ellenségei. Ő teljesen egyértelműen fölfedte, hogy ki az ellenségünk. Az ellenséget Sátánnak hívják, és azoknak az angyaloknak a sokasságát, akik követték őt. És elmondja, hogy miért ő a mi ellenségünk. Azért, mert mi már részesültünk abban a kegyelemben, hogy Istennel együtt szövetségre léptünk, és ezen keresztül ő bennünk él, és mi az ő áldásainak az élvezői leszünk, és már vagyunk is. És akár komolyan vesszük az ellenségünket, akár nem, ő komolyan vesz minket. Mert tudod, egy olyan állapotban, amikor senki nem ért, és semmi nem működik, és csak egy állarc mögött élsz, amikor meghallgatod azokat az embereket, akik mondanak valamit, de nem igazából jelent semmit sem az életedben, nem változik semmi sem, akkor könnyű azt gondolni, hogy inkább maradok egy pici, jelentéktelen ember, akit nem is nagyon vesznek észre. Az ellenség sem fog észrevenni, meg Isten se. Én itt szépen el vagyok. Hát van egy rossz hírem. Az ellenségnél nincs kegyelem. Nála ez a szó nem létezik. Ő ahhoz hasonlítható, mint amikor a Biblia is följegyzi, hogy egy barbár népcsoport a terhes nőkből is kivágja a gyermekeket. Attól, hogy mi csecsemők vagyunk, ő ugyanúgy meg akar minket ölni. Attól, hogy mi nem tudjuk, hogy milyen hatalom van a kezünkben, ő attól még, hogy mi azt gondoljuk, hogy ő nem lát minket, ő ugyanúgy meg akar ölni mindannyiunkat. Ő embergyilkos. És azt mondja az Úr, hogy vegyétek komolyan őt. Vegyétek komolyan, mert ő komolyan vesz titeket. Azt akarja a gonosz, hogy mi ne tudjuk, és ne értsük Isten titkait. Azt akarja, hogy mi egy állarc mögött éljünk. Úgy éljünk, mintha a látszat lenne az eredeti. De az Úr fel akarja fedni az ő titkait, és azt szeretné, ha megértenénk, hogy egy csecsemőnek lenni veszélyes, mert kiszolgáltatott, mert nem ismeri a fegyvereit, és mert az ellenség sokkal hatékonyabban tudja őt megtámadni. És az Úr azt szeretné, ha mindannyian felnőnénk. Azt szeretné, ha mindannyian megismernénk azt, hogy miben van a mi győzelmünk. És ha meg is élnénk ezt. Azért, mert rengeteg eszköz van az ő arzenájában, az ő fegyverei között, ami arra vár, hogy mi benyissuk és magunkra vegyük és használjuk. De ha én egy csecsemő vagyok, aki a fronton is csak a homokozóba játszik, akkor pontosan el vagyok azzal a kis játékkal, amit csinálok. Nem is tudom, hogy mi a háború. De ha föl is hívnák a figyelmemet, hogy háború van, nem tudnék egy fegyvert sem használni. És nem is tudnám, hogy az ellenségnek hogyan tudnék a fölébe kerekedni. Az Úr azt szeretné, ha mi fölismernénk, hogy ő egy harcos Isten, és minket is arra hívott, hogy vele együtt harcoljunk. És igazából az a nagy kérdés, hogy hogyan tudunk győzedelmesen élni a keresztény életünkbe. Hogyan tudunk belépni egy olyan életbe, ami egy valódi győzedelmet hoz mindannyiunk életébe. Mert nem csak pár embernek a sajátja az, hogy győzedelmesen élhet, hanem az Úr nyilvánosan mindenki előtt föltárja az ő lapjait, hogy mindannyian győzhessek lehessünk. És szeretném, hogyha el is mennénk a Jelenések könyvének a 12. fejezetéhez. És a 9-es verstől.
és levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyala is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most lett meg a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság. A hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok, jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzájuk az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés az ideje. Levettetett az ördög a földre az angyalok seregének egyharmadával, és azt árul elénk ebből az igerészből, hogy ő nagy haraggal van jelen. Mert tudja, hogy minden nap egyre közeledik az ítélet napja. És addig pedig, mint ordító oroszlán, szerte széllyel jár, hogy keresse azokat, akiket elnyelhet. Ő igenis komolyan vesz minket. Ő igenis nem szégyenlős. Nem fog megijedni tőlünk. És őt nem tudjuk becsapni. Azzal az állarccal, amivel egymást és saját magunkat be tudjuk csapni. És attól, hogy mi azt gondoljuk, hogy a gyermekekre nem haragszik, szeretném elmondani, hogy inkább a gyengéket szeretni megverni. Mert az oroszlán is sokkal inkább elkapja azokat a zsákmányokat, amelyeket könnyebb megszerezni. De azt is látjuk, hogy egy hang a mennyből nagy hangon megszólal, és elmondja, hogy a mennyben hogyan lett nyilvánvaló a sátán és az ő serege elleni győzelem. Elmondja, hogy a győzelem az három oszlopon állt, és ez pedig a 11. vers. Legyőzték őt a bárány vérével, a bizonyságtételük igéjével, azok, akik életüket nem kímélték, mint halálig. És ma ezt a három dolgot fogjuk megnézni. Hogy ez a három oszlop, amiben a győzedelmes keresztény élet megnyilvánul, hogyan lehet a mi életünkre is hatással. Sajnálatos módon, én lehet, hogy modern ez a Biblia, de én nem értem, ugyanis le az van ideírva, hogy a bizonyságtételük igéjével, és én nekem ez olyan sokat nem jelent, viszont a régi fordításban ez a bizonyságtételük beszédében jelenik meg. Úgyhogy ezt csak kiegészítésképpen szeretném volna hozzátenni. Az első, amit a 11-es vers elénk tárul, az a bárány vérével kapcsolatos. És nagyon nyilvánvaló, hogy ebben az igeversben a bárány vére kulcs. Valami nagy-nagy kulcs van elrejtve az örök győzelem és a bárány vére között. Ha elmegyünk az első Mózesnek, a 9. részének az 5. versével, akkor azt látjuk, hogy az élet az a vérben van. És azt is látjuk, hogy Isten számon kéri az életet, ami a kiontott vérrel együtt ítéletért kiállt. Az első Mózesnek a 4. fejezetében, a 10. versben azt árul elénk, hogy amikor Káin megöli Ábelt, aki ártatlanul meghal, kifolyik az ő vére, akkor Isten a következőt mondja. 10. vers. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Azt látjuk, hogy a szellemvilágban hihetetlen erős hangon az ember által kiontott vér, az kiált. Annyira erősen kiált, hogy Istennek a füléig eljut. És ez a kiáltás a vérontás utáni ítéletre kiált. És azt is tudjuk,
hogy ez generációkon keresztül megismétlődött. És nagyon sok kiöntött vér volt, ami ítélet után kiáltott. Ha egy nagyot ugrunk, akkor találkozunk egy szituációval, ami már egyértelműen rámutat a bárány vérére és egy győzelemre. Ugyanis amikor Izrael Egyiptomban volt, és amikor már megsokasodott az ottani rabszolgamunka, és már nem nagyon tudtak más tenni, csak kiáltani Istenhez, és amikor az Úr erre válaszképpen megjelent, hogy kiszabadítsa őket, és elindultak a csapások sorozatai, akkor azt látjuk, hogy Izrael a legjobb földön lakott Egyiptomban, amit a Gósen földjének hívnak. És azt látjuk, hogy bár sötétség volt egész Egyiptomban, Izrael a Gósen földjén világosságban volt. És azt is látjuk, hogy amikor veszedelem és különböző csapások érték Egyiptom egész földjét, a Gósen földjén nem voltak csapások. De akkor, amikor az utolsó csapás elérkezik, akkor, amikor már nincsen csak a halállal szembeni ütközet, a legnagyobb győzelem és a legnagyobb harc, akkor már Izraelnek is szüksége van valami plusz védelemre. Szüksége van valami olyasmire, ami kapcsolódik a bárány véréhez. És ezt a második Mózesnek a 12. fejezetében szeretném felolvasni. A 7. vers. Sőt, már az 5. bocsánat. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves, juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, aztán este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára, azokban a házakban, ahol megeszik. És szeretném 13. verset is felolvasni, de ez a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom fegyét. Amikor eljött az utolsó csapás, akkor mindegy volt, hogy a fáraó, vagy egy rabszolga volt az, aki azon az éjszakán lefeküdt aludni. Mindegy volt, hogy ő mit gondolt magáról, és arról, hogy ő mennyire erős. Mindegy volt, hogy mások mit mondtak róla. Mindegy, hogy a világ mit mondott róla. Nem volt menekvése. A fáraónak ugyanúgy meghalt az első szülöttje, mint meghalt a legutolsó rabszolgának is. És lehetett ez Izrael gyermeke is. Ha nem volt az ajtón ott a bárány vére, akkor nem volt védelem. Akkor bement a pusztító angyal, és megölte a legidősebb fiút. De ha ott volt a báránynak a vére az ajtón, akkor ez a szellemvilágban egy jel volt, egy üzenet volt, és nem is kérdezett semmit sem a pusztító angyal. Nem érdekelte őt, hogy ki van bent, hogy hányan vannak bent, és hogy hívják őket, és mit csinálnak, és hogy mi van a szívükben. Az érdekelt őket, hogy ott van a bárány vére, vagy nincs. És hogyha nem volt ott a bárány vére, mindegy, hogy mennyire volt jó az ember, mindegy, hogy Izrael gyermeke volt, vagy a fáraó volt, meghalt, és nem volt esélye. Nem volt semmi esélye a megmenekülésre. Mert a vérben oltalom és erő van. Mert ez a vér már előre mutatott a Krisztus vérére. Azért, mert a győzelem a szellemvilágban a vér oltalma alatt van. És ezt láttuk, hogy egy egész nemzetre ugyanúgy igaz volt, mint minden családra. És ha ugrunk egy nagyot az időben, már pedig megtehetjük, mert jó dolgunk van, akkor látjuk azt, hogy végre Izrael közel került ahhoz, hogy elvegye az ő örökségét. És bemegy az ígéret földjére. És a Józsué könyvének a 6. részében találkozunk egy történettel.
Ugyanis van egy Ráháb nevezetű hölgy, aki egy paráznanő volt. Aki annyira megvetett volt, hogy a falon élt. És mikor megjöttek a kémek, akkor ő befogadta a kémeket, és kötöttek egy egyességet. Mégpedig azt az egyességet, hogy ha a kémek visszajönnek a csapattal, Izraellel és Istennel, és Ráháb azt a piros fonalat kilógatja az ablakon, ami ott van a várfalon, és ezt meglátják, akkor mindegy, hogy hány ember van abban a házban, lakásban, ami a várfalon van, mindenki megmenekül. Ott lehet az apja, a nagyapja, minden vérokona. Aki nincs ott, az biztos, hogy meghal. De aki ott van, az viszont biztos, hogy megmenekül. Mert ez a Ráháb, ez fölismert valamit. Hiszen ő mondta azt a kémeknek, hogy Isten van veletek. És a szívében ott volt a vágy, hogy hogyan lehetnék én Isten és az ő népének az ellenségéből az ő szövetségese. Hogyan lehetne az, hogy én ne pusztuljak el, mikor ezek ide eljönnek, és meneküljek meg én is, és mindenki az én rokonságomból. És ő nem tudta a választ, de a kémek ezzel a piros fonállal üzenik neki, és üzenik nekünk is, hogy Krisztus vérében ott van a megmenekülés. És gondoljátok el, hogy mekkora csoda történt. Ugyanis mindannyian ismerik a történetet, hogy Jerikónak a falai azok pont úgy eltűnnek, mint a sose lettek volna. Na most gondold el azt, hogy van egy lakás a falon. Ugye, mert kilógatják az ablakból a zsineget, tehát messziről látszott. Minden leomlik, de az a lakás éppen marad. Az nem dől össze az a ház, mert ott van az a zsinek. Mindenki meghal, de aki abban a házban van, az sértetlenül megmenekül. Ilyen erő van a Krisztus vérében. Mert a győzelem elsődleges kulcsa a vérben van. És amikor Mózes által fölállítja a papság az áldozati rendszert, és hosszú évszázadon keresztül sok millió állatot megölnek, és sokkal inkább nézett ki egy papi szertartás egy mészárszékhez, mint egy tiszta házhoz, ott sok vér folyt, de mind-mind előre mutatott a jövőre, hogy majd lesz valaki, akinek a vérében nem csak ideig, óráig, hanem örökké való váltság lesz. És eljött az idő teljessége. És Isten elküldte az ő fiát a látható világba. És Krisztus mindhalálig engedelmesen kifolyatta az ő vérét, amiben kifolyt az ő élete is. Mert emberként az ő élete is az ő vérében volt. És amikor, mint igazi főpap, mint a Melkisedeki papság főpapja az ő ünnepi ruhába, megjelenik az eredeti templomba, ami nem emberkéz által, hanem az Isten által készítetett, akkor ott történik valami. És a zsidó levélnek a 9. részébe menjünk el. És a 12. verstől. Sőt, 11-től. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer, és mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére, és a tehén hamba, a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. A feltámadt Krisztus az ő főpapi ünnepi ruhájába ugyanazt a rituálét, aminek a másolatát sok száz éven keresztül a földön láthattuk,
bemutatja a mennybe, az eredeti templomba. És fogja a saját vérét, és beviszi az oltárra. És mindenki ünnepel. És viszi a vérét, és amikor a vére rácsöppen az oltárra, akkor ez egy olyan hatalmas dolog volt a mennyben, ami megváltoztatott mindent. Ott, akkor, abban a cselekedetben egy hang kiáradt, ami hangosabban beszélt, mint az a vér, ami az ítéletért kiáltott. Akkor ott a kegyelem szó elhangzott. És Istennek örökké való áldozatként be lett mutatva a Krisztus dicsőséges vére. És onnantól kezdve Isten már nem lát téged úgy, mint látott azelőtt. Mert amikor rád néz, akkor a Krisztus vérét látja előtted. És ez védelem a te életedben. Ahogy Egyiptomban védelem volt a bárány vére. És a gonosz nem is tud közelíteni az ahhoz a dologhoz, ami a Krisztus vére alatt van. És látjuk azt, hogy ez a vér, ez megtisztít a holt cselekedetekből. És ez az ő szelleme, ami megtisztít minket. És meg kell mindig újítanunk ezt a mi életünkön. És Isten tekintélye alá kell az egész lényünket és minden valónkat helyezni, hogy védelembe legyen. Mert ha valami nincs az ő tekintélye és az ő oltalma alatt, semmi esélyünk nincs a gonosszal szemben, ahogy a fáraónak sem volt. Bárkik vagyunk, semmi esélyünk nincs. Mert tőlünk nem fél a gonosz, de a Krisztus félre az oltalom és védelem, és nem is tud közelíteni hozzád. Ez volt az első. A második volt ugye az, hogy a szavunk bizonysága. Igazából, amikor mi életünkben először találkoztunk Istennel, amikor az életünket odaadtuk neki, amikor szövetséget kötöttünk vele, és behívtuk őt, hogy legyen a mi Istenünk, akkor is egy ilyen dolog történt. Római Levél 10. rész, 9-es, 10-es verset. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és a szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk. Tehát a szívvel hisszük, de a szánkkal ki kell mondani. Mert a kimondott szó, akár van ott valaki, akár nincs ott senki élő ember, a szellemvilágban egy kijelentés, egy deklaráció, egy erővel és egy tekintéllyel felruházott akció, egy cselekedet. Ez annyira erős, hogy a szívünkkel hiszünk, és a szájunkkal ezt megvalljuk, akkor üdvözülünk, ezt írja a római levél. És Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Szellemisten együtt, amikor gondolkodott azon, hogy milyen legyen a látható világ, amikor hitte azt, hogy ezt megcsinálja, akkor még nem történt semmi. De amikor kimondta, hogy ez legyen, akkor a semmiből előállt a valami. Amikor kimondta a teremtő szavának az erejével, akkor egyszerre csak meglett, létrejött. Így kezdődött a teremtés, hogy Isten beleszólt, hogy legyen. És amikor később az ő fia ott állt Lázár sírjánál, ő hitte a szívében, és elgondolta, hogy milyen lesz. De amikor azt mondta, hogy Lázár, jöjj ki, akkor kelt fel Lázár, és akkor jött ki. Addig nem. És amikor Jézus a földi szolgálatában bármikor találkozott a sötétségnek az erejével, bármikor találkozott, megszállotta a beteggel, mindig szólt, és a gonosz erők elmentek. Hol a disznónyájba, hol máshová. És szabadok lettek azok, akik addig foglyok voltak. És ugyanezt tették a tanítványok is. Amikor Pál apostol ment, és ez a jövendőmondó rabszolganő
mindig mondott neki dolgokat, megfordult és rászólt. Na, onnantól kezdve a nő nem működött. Pénzt nem is hajtott többet a gazdájnak. De beleszólta a mondatot ennek a nőnek az életébe. És tudod, a világ kimond rólad dolgokat. És te is kimondasz magadról dolgokat. És a környezeted is kimond rólad dolgokat. De ezek a dolgok, ezek hazugságok. Mert nem Istentől valóak. Ezek lenyomnak, lebédnítenek, és megterhelnek. De te nem vagy egy elvettélt ember. Nem vagy legyőzött, nem vagy gyenge, nem vagy reménytelen, nem vagy selejt. Isten gyermeke vagy, akit az ő vérén megváltott. Az ő örököse vagy. Győztes vagy. A halált is legyőzted. Áldott vagy. Olyan áldott vagy, hogy rajtad keresztül tudja megáldani a földet. Rajtad keresztül tud szabadulást hozni másoknak az életébe. Isten azt szeretné, ha megváltoztatnánk a gondolatainkat, és megváltoztatnánk a mi beszédeinket is. Mert mi Istenhez tartozunk. Mindent nekünk adott. Mert minden neki adatott, és mindent nekünk adott. És azt szeretné, hogy így gondolkozzunk, és így beszéljünk. És a harmadik, és a mai napnak az utolsó pontja, ami ennek az igeversnek a vége, hogy nem kímélték az életüket, mint halálig. Hát szeretnék őszinte lenni. Sőt, őszinte leszek. Én a magam részéről hihetetlenül örülök annak, hogy Magyarországon még nem üldözik a kereszténységet. Mert én még nem vagyok kész arra, hogy mint halálig. Tudod, az engedelmességnek vannak fokozatai. És a mint halálig az a legvégső. És én beismerem előttetek, hogy nekem ez még soknak tűnik. Pár évvel ezelőtt találkoztam egy-két indonész pásztorral, akik elmondták, hogy az ő országukban hogy néz ki a kereszténység. És én egy víziónál is ember vagyok, és ezek pont hoztak képeket is, úgyhogy az nekem nagyon sok volt. Mert ha elmondják, azt lehet, hogy elfelejtem, de egy képre sokáig emlékszem. És ezek az emberek, ezek megmutatták, hogy a kereszténység hogy néz ki Indonéziában. Ott rengeteg sziget van, és napjainkban nagyságrendileg egy 50-60 milliós ébredésről beszélünk. Ez az ország a dzsihadista terroristáknak az egyik fellegvára, és nagyon erős a muzulmánság. És van egy törvény. Hogyha valaki muzulmánból keresztény lesz, akkor ha őt elkapják, akkor levághatják az egyik kezét. És a képeken fiatal fiúkat láttam, akiknek le volt vágva az egyik keze. És a következő az, amit megkérdeznek ezektől az emberektől, hogy tagadd meg Jézust, és nem vágjuk le a kezedet. És ezek az emberek levágott kézzel ott voltak. És nagyon sokat megölnek. És én elgondolkodtam azon, én mit csinálnék, hogyha egy ilyen kérdéssel találkoznék? Úgyhogy biztos, hogy nem viccelnek. És el kellett ismernem, hogy hiába vagyok még a dolgoknak. De az engedelmességet lépésről lépésre azért lehet gyakorolni. Mert Isten nem az áldozatokat kéri, mert kedvesebb előtte az engedelmesség. És ahogy alárendelem az életemet az ő tekintélyének, és engedem, hogy ő megtegye azt, amit megteremtne az én életembe, akkor az engedelmesség kezd kibontakozni. És ugyanazt látjuk a hit hőseinél. A Zsidó levél 11. részében rengeteg olyan emberről tesz említést a szerző, akiknek ketté vágták a testét, vagy mártírhalált haltak, akikre nem volt méltó a világ. Mert lehet,
hogy valakinek egy keze van, lehet, hogy megmenti az Úr, de mind halálig ő kitart amellett, hogy Jézus Krisztus az ő Ura, az ő Istene. És ma nagyon sok ember van, aki mikor kimondja ezt a mondatot, akkor utána meghal. De győzött. Megízlette, milyen a teljes győzelem. És maga az Úr is mind halálig volt engedelmes. Nem kimelte az életét, és letette a keresztre. És az ő követői, az apostolok is mind mártírhalált haltak. És én nagyon hálás vagyok, hogy mi nálunk itt Európában és Magyarországon egy kicsit békességesebb a légkör. Mert én elismerem, hogy én nem vagyok kész. De látom, hogy a győzelmes életnek, a keresztény győzelmes életnek, ami nem a gyülekezeten belül zajlik, mert az a 6 óra, amit egy héten eltöltünk itt, az nem a teljes ideje egy hétnek. És amikor én hazamegyek, és amikor egyedül vagyok, és rám törnek azok a dolgok, amik miatt állarcot veszek föl, azok bizony nagyon erős és hosszú időszakok, és akár évekig eltartanak. De ahhoz, hogy én ezektől föl tudjak állni, és győztes lehessek, azokhoz nekem ugyanerre a 3 oszlopra van szükségem. Mert ez győzi le a gonoszt. A bárány vére, a kimondott szó bizonsága, és a mindhalálig való engedelmesség. És azt akarja az Úr, hogy fölismerjük, hogy mi nem csecsemők vagyunk, hanem harcosok. Egy háborúban, ahol lehetünk győztesek. És a gonosz az nem kíméletes. De ő legyőzte a gonoszt, és az ő győzelmében példát mutatott, hogy mi is lehetünk győztesek. És amíg itt élünk, élhetünk győzelemből győzelembe, dicsőségből dicsőségbe. Imádkozzunk. Édesatyám, én csak hálát adok neked. Köszönöm, hogy egyáltalán megszólíthatunk téged. Uram, mi is olyan távol valók voltunk, mint Jerikóban Ráháb, Uram. És semmi esünk nem volt. De te közel jöttél hozzánk, és a te véredben oltalmat találtunk, és megmenekültünk. És köszönjük, Uram, hogy te nem akarod, Uram, hogy mi gyermekek maradjunk. Nem akarod, Uram, hogy csecsemőként gondolkozunk és éljünk, hanem Uram, te örülsz annak, mikor mi fölismerjük, hogy fiak vagyunk, és hogy a harcban, Uram, mi eszközeid vagyunk. Köszönöm, Uram, hogy mi vagyunk az áldottak, mi vagyunk azok, akiken keresztül a győzelem nyilvánvaló lehet. Uram, én köszönöm, hogy a szavunknak, Uram, ereje van. És köszönöm, Uram, hogy te tanítasz minket, hogy engedelmesek legyünk. És látod, Uram, hogy hiába vagyunk ennek, Uram. De most úgy állunk előtted, hogy szeretnénk változást ebben. Szeretnénk, Uram, hogyha levehetnénk az állarcunkat. És te, Uram, megmutatnál a te dicsőséges erődet, és győzelemből győzelembe vezetnél minket. Kérünk, Uram, hogy áldjál meg minket. Adjál bölcsességet, adjál belátást, adjál még több kegyelmet. Uram, mi köszönjük, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy te választottál minket. Köszönjük, hogy nem hagysz el minket. Köszönjük, hogy te győztél, és benned mi is győztünk. Áldunk téged, imádunk téged. Örökkévaló, dicsőséges főpap vagy, aki megszerezted az örök váltságot. Uram, segíts meg minket a Jézus Krisztus nevében.